Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. A piros színű gyertyát választottam, hiszen ez passzol a szerelmi témákra. A videó végén átküldöm a gyertya energiáját, ami már most is érezhető, és ebben a pillanatban, ha eszedbe jut egy szó, vagy látsz magad előtt egy képet, ennek van egy fontos jelentősége, hiszen ez egy lelki üzenet számodra. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, akár egy hölgy vagy, akár egy férfi. És szemben veled jobb oldalon vannak a kártyák, ami a társadat, a társnődet illeti. Először megnézzük a te képeidet. Itt középen látható ez a horgony. És az azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, hogy elérd a céljaidat. Vagy például ebben a párkapcsolatban, hogy le tudj horgonyozni. Ezek nem csak elvárások, hanem ezt te is nyújtod számára. A Lunomart kártyánál ez a kép, ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. És itt van a közelben ez a kulcs. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és legyen meg ez a magabiztos fellépésed. Ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. A párkapcsolatban is, és a munkát, a hivatást illetően is. Ha odafigyelsz erre a kártyára, akkor látható, hogy valami, vagy valaki közeledik hozzád. És ez lehet ez a levél, egy hír, vagy egy szerződés. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya téged szimbolizál. Mégpedig figyelj oda az eseményekre, mi történik a napokban, ki vagy mi közeledik hozzád, milyen lehetőségeid vannak, és legyen meg a magabiztos fellépésed, hiszen te állsz itt a középpontban. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor ez a hölgy utal a társnődre. És itt is lehet mozgás, vagy egy jó hír. És most áttérek a másik oldalra, a jobb oldalon lévő kártyákra, ami utal a lelki társadra, vagy társnődre. Itt a fa hasonló, mint a horgony. Számára is fontos a biztonság érzete, ahol le tud gyökerezni. Ezt keresi a párkapcsolatban. Ez a kép jelenti a gyógyító erőt is, vagy egészségügyi témákat. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik. És itt a könyv jelenti a tudását, vagy jelenthet továbbképzéseket is. Ami a szerelmi ügyeket illeti, akkor ez a könyv korábban csukva volt, jelentette az ő zárkózottságát, de itt jelenleg látható, hogy kinyílik ez a könyv, és az azt jelenti, hogy nyitott lesz érzelmekről beszélni, vagy tervekről beszélni. Sőt, itt látható a napsugár, az jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság, azt is jelenti, hogy ez a férfi látni akar téged. És itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot, vagy azt, hogy visszatér hozzád. Ami a munkát, hivatást, továbbképzést illet, a gyűrű
jelenti a szerződéseket. És itt a virágcsokor az mutatja a te nőiességedet, szépségedet, vagy egy szép környezetet, de jelenthet egy kellemes meglepetést, egy meghívást, egy ajándékot is. És mi köt össze benneteket? Ezt mutatja itt a kártya. Újra megjelenik ez a fa, és jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Nem csak a párkapcsolatra utal, hanem azt is jelenti, hogy eléritek a céljaitokat, és ennek a fának van gyógyító ereje is. Lehet, hogy itt szívgyógyulásról lesz szó, amikor rendeződnek a dolgok, de lehet a munka, a hivatás is ezen a területen. És most átküldöm a piros gyertya energiáját, figyelj oda arra, melyik szó jut eszedbe, leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ez az energia kihat a szerelemre, hiszen a piros színű gyertyával dolgozunk. Helyezd magad kényelembe, képzeld el, hogy mi az ideális kapcsolat kettőtök között, mit, hogyan szeretnél. És ha megvan a hited, és erősíted ezt a hitet, akkor ez a terv, ez az álom megvalósul. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!